Május 7-én rendhagyó fotókiállítás fog nyílni a Szigli Galériában. Számomra rendhagyó ez, mert édesapám képei kerülnek a nagy közönség elé. Ő itt született Nagymaroson, és a 70-es évek elején beszippantotta a fotózás, és lelkes amatőrként rengeteg képet készített az akkor még községről. Ezeknek a gyűjteményét szeretnénk most a nagy közönség elé tárni, tematikusan kirakva, aminek az a története igazság szerint, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt találtam a nagymamánál két dobozt, amiben az egyikben negatívok voltak sorba rakva idő szerint, a másikban pedig már előhívott képek. Ezekből én a családi képeket újra előhívattam a jobb minőségben, a régi fotókat szépen sorba raktam, de nem tudtam tovább folytatni. Aztán, amikor bejött a Facebook, néhány képet ezekből feltöltöttem a nagy közönség elé, a Nagymaros Annó csoportba, és abban bíztam, hogy tetszeni fog az embereknek. Hát minden várakozásomat felülmúlva rengeteg like érkezett, és rengeteg emléket idéztek fel vele kapcsolatban. Aztán az egyik szintén tag felismerte magát egy korábbi fotón, megkeresett engem, felvettük a kapcsolatot, és megbeszélték, hogy ezekből a képekből egy kiállítást lenne célszerű készíteni, mert annyira különlegesek ezek a fotók, hogy ezt látnia kell a többieknek is. Ezek a képek kicsit ilyen dokumentarista, van benne építkezés, Nagymaros története a 74-től 76-ig terjedő időszakban, életképek az utcáról, barátok, a kajakozással kapcsolatos fotók, ami szintén érintett volt itt, a zenésztársak, akik a Polaris együttesről, a barátok, akikkel együtt zenélt. Hát mindenféle, igazság szerint el kell jönni, és meg kell nézni. Vitátható fotók Zoller Ferenc hagyatékából származnak. Egy nagyon érdekes történet, ahogy előkerültek. Nagyon érdekes a tartalmuk, a témájuk, a technikájuk. Ennek a végtermékét, a végeredményét láthatjátok itt ma.